Azt olvastuk a Magyar Nemzetben, hogy az átlátszó.hu nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Szerencsére a Matthias Corvinus kollégium konferenciáján Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója éppen ezekről a kérdésekről tartott nyitóbeszédet. Eljöttünk, hogy megnézzük, vagyunk-e annyira kockázatosak, hogy az államtitkár közelébe tudjunk férkőzni. Sikerült. Jó napot kívánok, Sarkadi Nagy Márton. Még... személyesen nem tartom. Nem, még soha. Hogy önök fontosnak tartják a magyar tulajdont a médiában, nem tudom, hogy tudja, az átlátszó.hu egyébként 100%-os a magyar tulajban álló kiadó cég. Nagyon örülünk. Reméljük a támogatók is jellemzően magyarok. Igazából ezzel kapcsolatos a kérdésem, mert az előadásában arra is kitért, hogy a külföldi finanszírozást ön vagy a kormány annyira nem kultiválja a média cégek esetében, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezt mégis hogyan érdemes érteni, hiszen nem tudom, hogy tudja, az átlátszó.hu-nak a költségvetésének a többségét ezt magyar kisadományozók adják össze, de van külföldről származó bevételünk is. Milyen mértékben probléma a külföldi finanszírozás, miért gondolsz, hogyha egy magyar média cégnek külföldi bevétele is vannak, hiszen ezzel hozzájárul nemzetgazdaság gyarapításához? Hát mert vajon miért adják a pénzt, és vajon az, aki adja a pénzt, az rendeli-e a zenét? Tehát ha ön nem ért egyet Magyarország kormányával, vagy azzal a jobboldali konzervatív gondolkodással, aminek jelen pillanatban demokratikus többsége van, ezzel semmi baj nincsen. Csak ne azért tegye, mert a külföldi finanszírozó ezt rendeli meg, hanem azért, mert az az ön saját meggyőződése. Tehát ez egy szuverenitási kérdés. Sajnos a magyar kiinduló helyzet, amiben a 2010-es évek elején voltunk, az szerintem egy rendkívüli módon nem fenntartható helyzet volt, és jó, hogy változott valamit a dolog, de hát azért, ha megnézzük, hogy Nyugat-Európában ugyanezek az arányok hogyan alakulnak, még mindig nem tartunk ott. Abszolút, hadd tegyek három gyors megjegyzést. Az első az, hogy az átlátszón foglalkoztunk a baloldalnak az amerikai finanszírozásának a történetével is. A második dolog, amit említeni szeretnék, hogy ahogy már mondtam, az átlátszónak a finanszírozása többségében Magyarországról származik. A harmadik az, hogy ha már elkezdtünk rólunk beszélni, akkor az átlátszó mindenféle külföldi finanszírozása esetében szó sincs arról, hogy valamiféle megrendelés lenne, vagy valaki zenét fizetne, hiszen a saját tevékenységünk, az a saját munkánkhoz keresünk külföldi finanszírozási forrást, azt csináljuk, amit mi szeretnénk. Sikerült, még nyugtattam az átlátszó.hu munkájával kapcsolatban. Az átlátszó.hu esetében szerintem az a fontos, hogyha van külföldi finanszírozás, akkor ez átlátható legyen. Ha minden olvasható az éves beszámolóinkban. Ha megvalósul, akkor jó munkát kívánunk önnek. Szuper, jó, én is jó munkát kívánunk.